Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Klaudiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a is az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax, és 76. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Nem, mintha Gézával bármi problémám lenne a műsorvezetői székben, de azért örülök, hogy sok-sok hónap kényszerszünet elteltével ismét én köszönhetem a hallgatókat, és egyben szeretném megköszönni ezt a rengeteg támogatást, amit az elmúlt hónapokban kommentek és egyéb üzenetek formájában kaptam. Ahogy azt már több helyütt elmondtuk, ez alkalommal a már hagyományá váltadásunkkal jelentkezünk, amelyben a 2022-es Nobel és Ig Nobel díjas kutatásokról beszélgetünk majd. Ivan is Rígák, Díjával, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagjával. Szia, Klaudia! Szia, sziasztok! És természetesen Vince Miklósra, az LKH Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársával. Szia, Miki! Sziasztok! Mielőtt azonban belekezdenénk a mai műsorunkba, két fontos dolgot szeretnék kiemelni. A minap ugyanis egy kedves hallgatónk, Fülöp már kommentje hívta fel a figyelmemet arra, hogy talán nem teljesen érthető műsorai megjelenésének beosztása, így tehát most röviden szeretnék útmutatóval szolgálni a Parallax és Univerzum műsorainak premier megjelenéséről. Csütörtökönként a szokolébresztő podcast változata és a Parallax is legújabb része váltják egymást két hetente, ez ugye egyértelmű, még a adásnapokon a havonta jelentkező műsorainkat hallgathatjátok. A hónap első hétfőjén érkezik a Subzsáner Klaudiával, míg a másodikon a váltszám legújabb része. Ezt a harmadik hétfőn a Parallax is Annó követi, amely egy az mtv.hu archívumából összeállított színművészekkel készült beszélgetéssorozat. Végül a hónap negyedik hétfőjén a Parallax és korábbi epizódjainak felújított változata a Parallaxis Reload jelentkezik. Ennyi műsor van. Ugye? Hát számtalan lehetőség itt a Parallaxis Univerzumban, és adásaink megjelenésének beosztását a Parallaxis Univerzum.hu oldalon az adásrend menüpontban találjátok. Ehhez kapcsolódik, hogy utóbbi két műsorunk az Anno és a Reload helyét februártól két vadonatúj mondhatni brand new podcast sorozat veszi át, amelyekről heteken belül lerántjuk majd a leplet, vagy fátylat, nem is tudom, mit szoktak mondani. úgyhogy ahhoz viszont, hogy havonta nyolc teljesen új műsort készíthessünk, illetve hatot, a szokon kivételével. Elengedhetetlenül szükségünk van a támogatásotokra, így arra kérünk, hogy a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül fizessetek elő ránk, ahol a premier előtti elérésen kívül hamarosan még több exkluzív tartalmat találhattok majd. Na, a sok-sok szolgálati információ után itt az ideje, hogy belekezdjünk a mai tudományos és fantasztikus utazásunkba. Elsőként pedig egy kérdéssel fordulok hozzátok. Hont András, az átlátszó újságírója az ATV 5 című műsorában néhány héttel ezelőtt azt mondta, nagyjából ö, célzást tett arra, hogyha olyan nagy siker lett volna az mrna alapú vakcinák kifejlesztése, akkor Karikó Katalin már megkapta volna a Nobel-díjat. Most idén is vártuk, már vártuk, már mennyire vártuk, nem vártuk annyira, mint tavaly. Igaza lehet hontnak, vagy, vagy ehhez azért több idő szükséges? Eredetileg ugyan Alfred Nobel végrendelete az tényleg úgy szólt, hogy az adott évben elért legnagyobb tudományos eredményekért. Ugye, ha megnézitek az eredeti vég... 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 végrendeletet, ami ugye maga annak a Nobel-díjnak az alapító dokumentuma, hogy ez a, ez a csávó, akinek a lelkén a dinamit feltalálása szárad, ugye próbált valamit visszaadni a világnak, és hát ugye azóta is az ő, ő hát örökségéből fizeti a Svéd Akadémia díjat. Na most ugye az van, hogy ott tényleg az szerepelt, hogy az elmúlt egy év legnagyobb tudományos eredménye, és az ugye... Pont a kezdeti években eredményezett olyan dolgokat, hogy valaki megkapta az orvosi Nobel-díjat azért, mert, sőt, egy kicsit korábban is, mondjuk a tízes években lehetett talán megkapta az orvosi Nobel-díjat azért, mert felfedezte a rák általános ellenszerét. Ugye aztán kiderült, hogy ez nem teljesen így volt, és azóta ugye hiper a társaság, úgyhogy nem véletlen, hogy például Brian Schmidt, aki, akivel beszélgettünk az előző, évadunknak a záró epizódjában. Ő például ugye hát... 90-es években. 90-es években csinálta a tudományos eredményt. Hogy gyorsulva tágul az univerzum, és no, aztán 2011-ben kapott ő elismerést érte. Vagy valahogy a, a, az időtájt. Így van, igazad lehet. Tehát igen, pontosan. Úgyhogy, úgyhogy, biztos jól mondod. De, de az biztos, hogy jó sok idő eltelt, és most inkább ez a standard. Szerintem az orvostudományi kutatásoknál ez még inkább így van. Igen, ezt én is abszolút így gondolom, hogy, hogy tehát egyszerűen időt kell adni, és, és reménykedni, hogy na, talán lesz egy magyar Nobel-díjasunk. De ugye én olyan véleményt hallottam, hogy igazából az nem kérdés, hogy az MRNS alapú technikáért meg, megadják, csak a kérdés az, hogy mikor. Az se triviális, hogy miből, ugye, mert ezért kémiából is meg lehetne adni a díjat, meg orvostudományból is. Úgyhogy amikor megtörtént a bejelentés, hogy kikapta az orvostudományt, ami az első, ugye minden évben, akkor, akkor utána mondok, hogy hát ez nem a karikó, de majd holnap után megkaphatja kémiából. Ugye ez simán benne van a pakliban. Ez a két hatás egymás ellen is dolgozhat, mert lehet, hogy az egyik bizottság a másikra vár, hogy díjazza az illetőt. Mai adásban nem fogjuk beszélni az összes díjazottat, de ugye az, ahogy szoktuk az adás első felében, a Nobel-díjasokkal kezdjünk, és Miklós, arra kértelek a műsor előtt, hogy válasz ki néhányat, amit, amit, amiről itt a műsorban beszélhetünk, és amik a, hát úgymond az érdekesebbek közé tartozik, legalábbis számunkra, vagy a műsor szempontjából. Igen, hát ugye ezek mindig nagyon érdekesek, inkább az alapján válogattam, hogy mi az, amihez valamennyit konyitok, és ilyen módon aztán a közgazdaságtan gyorsan lekerült a listáról, Habár egyébként egy szó erejéig egyébként fontos, egyébként, hogy az a három amerikai, aki kapta a Nobel-díjat, ami igazából nem is olyan értelemben vett Nobel-díj, hogy az nem szerepelt Alfred Nobel végrendeletében, hogy azt tudjátok? Igen hogy a köz közgázdíjat az később alapították, szerintem a 60-as évek óta adják, és az igazából egy Nobel emlékdíj, amit a Svéd Nemzeti Bank ad. Szóval ők például érdekes, hogy pont a pénzügyi csődöknek a dinamikájáról írtak, tehát ez tök jó, meg hasznos aktuális. lesz Ha figyeljétek meg. Aha, Na de ennek ellenére nem őket választottam, és nem is a klikkémiáról, végzett kutatás, ami egyébként tök jó, mert hogy hogyan lehet minden, minden korábbinál effektívebben összeszerelni molekulákat, amik például azért jók, mert például meg lehet jelölni rákos sejteket olyan gyógyászati módszerekhez, hogy amelyik aztán lehetővé teszik, hogy csak azokat a megjelölt sejteket pusztítsa el egy módszer mondjuk egy újfajta gyógyszer, és az egyik díjazott egyébként, ez a Bertozzi nevű, Caroline Bertozzi nevű kutató a Stanford Egyetemről, aki a kémiait megkapta, egyébként a nyolcadik nő, aki kémiai Nobel-díjat kapott, a nobel díj több mint száz éves történetében, tehát ez mégiscsak az ilyen értembe fontos, meg volt mellette két, egy, egy Dán meg egy amerikai másik. Most ők igazából tényleg zseniális lesz, hogyha Ilyen lesz. Tehát képzeljünk el egy olyan daganatírtó terápiát, amikor egyszerűen van egy módszer, amivel meg tudod jelölni, mondjuk, hogy világítsanak azok a, a, a konkrét azok, azok a sejtek, amik rákos sejtek, és akkor egy olyan módszert, ami ezeket megtalálja, és csak azokat célzottan kikapcsolja, ez zseniális, ez egy óriási áttörés lesz. Már is az, tudományosan, de mindegy, nem értek hozzá, tehát nem erről fogok beszélni, hanem kettőt választottam. Ne, gondolom nem fogtok nagyon meglepődni, hogy melyik tudományterület az egyik. Fizika. <há -há> Igen, valóban nem az irodalmat választottam, hanem a fizikát. Na kedves gyerekek, a fizika a második kvantum forradalmat a idén, már mint a fizikai Nobel bizottság. A, a, kvantummechanika az valami olyasmi, amiről elég sokat dumáltunk a Parallaxis podcastben, úgyhogy azt már hallgatóságunk anélkül is nagyon jól tudja, hogy a kvantummechanikának az alapjai azok olyan jó száz éves dolgok. Tehát ezek a formák, Schrödinger, akit ugye a macskával hoznak mindig hírbe, meg, meg Heisenberg, meg ezek a nagy alakjai a kvantummechanikának, ezek már száz éve le, lerakták a kvantummechanika alapjait. Viszont Mégis most, 2022-ben adtak olyan smírdiát, ami a kvantummechanika alapvető furcsaságának a kísérleti igazolása. És ez persze kicsit meglepő. De a kvantummechanika önmagában egy furcsaság? Igen. Ez egy borzasztó nagy furcsaság, főleg, és ezt nem csak te mondod ezt, hanem ugye maga Albert Einstein is ezt mondta, aki ugye kísérte, kísért, ugye, hát igen, Ádám, hogy nagy elmék, ha találkoznak. Ugye az Einstein az ugye, aki az, az a híres mondás származik az egyik szolvai kongresszusról, amikor éjszakában nyúló beszélgetések hevében a kollégáival üvöltözve vitázott, és azt mondta, hogy már pedig ez, ez nem lehet, hogy ez a világ végső elmélete, mert a jó Isten nem kockázik, ugye? Jó Isten nem vet kockát, ezzel arra utalt, hogy a kvantummechanikában kikerülhetetlenül van egy véletlen faktor. Tehát a kvantummechanikában azt mondja, hogy a világ olyan, hogy egészen egyszerűen nem lehet megjósolni például azt, hogy egy részecske konkrétan hol lesz, hanem csak valószínűségekről lehet beszélni. És, és azt mondja, és akkor itt ér el a világ és Einstein véleménye, hogy, hogy, hogy Einstein azt mondta, hogy a kvantummechanika ez egy hasznos segédeszköz, de nem lehet végső igazság. Ez nem lehet, hogy egy részecskének ne legyen pontosan megjósolható pályája, hanem csak annyit lehet mondani, hogy valójában van egy csomó rejtett változó a világban, ami meghatározzák ezt. De amit fizikailag, technikailag nem vagyunk képesek észlelni, de attól még azok ott vannak. Tehát magyarán megmondva, a kvantumfizika, meg a kvantummechanika az akkor jön elő, amikor a sima fizika már nem tudja megmagyarázni, hogy az miért úgy van. Igen, de a kvantummechanika sem tudja igazából megmagyarázni, ilyen értelemben, mert a kvantummechanika azt mondja, hogy legyek, legyünk kedvesek együtt élni azzal, hogy a világ ilyen. És, és Miklós Bácsi, és most akkor most tulajdonképpen mit díjaztam? Hát ugye az a vicc, hogy amikor Einstein elkezdett ezen rágódni, akkor elkezdett hozni egy EPR paradoxon nevű ellenpéldát, ami mutatta, hogy milyen baromság a kvantummechanika, mert milyen következményei vannak. Az EPR, az einstein podolsky rosen az a három híres fizikus, 1935-ben írta erről egy cikket, ami konkrétan azt mutatta ki, hogy nyilvánvalóan baromság a kvantummechanika, mert ha igaz lenne, akkor Lényegében annak kéne következnie belőle, hogy létezik ez a kísértetés távolba hatás. Ami az, hogy ugye van egy, mit tudom én, keretkezik egy részecske pár, mondjuk, amiből ami azt jelenti, hogy, hogy ők párban keletkeznek, és egy megmaradási törvény miatt mondjuk az egyiknek fölfele kell lennie, a másiknak lefele. Most mondjuk, hogy ez mit jelent. Lányi, mondjuk úgy, hogy az egyik részecske fiú, a másik lány. Mondjuk ezt, hogy, hogy van egy ilyen fizikai törvény, ami azt mondja, hogy a részecskék párban születnek, <laughs> az apa férfi, az anya, az anya nő, nő. <laughs> és hogy a részecskék párban születnek, mindig van egy fiú és egy lány, viszont... Nem tudják magukról a részecskék, hogy fiúk-e vagy lányok, amíg meg nem kérdezed őket. Vagyis amíg végre nem hajtasz egy kísérletet, ugye? Na. Ú, na, valami gender semlegesebb interpretációt kellett volna találnom. Mondjuk úgy, hogy fej vagy írás. Tehát, hogy a részecskék igazából nem tudják magukról... De vagy ez, vagy az. Vagy ez és az egyébként, mert hogy a kvantummechanikában kevert állapotok vannak valójában. Tehát egy kicsit azt jelenti, hogy amíg rá nem nézel arra a pénzérmére, addig ugye az, az, az nem megválaszolható az a kérdés, hogy az, hogy az fej vagy írása, és nem azért nem ez, ez a Schrödinger macskája kifordítva, hát ugye, ez hogy maga addig, a ameddig macska nem, nem, macska nem nyitott így ki van. a dobozt, addig nem tudott, hogy a macska éle, vagy meghalt. Így van. Na jó, akkor beszéljünk macskákról. Oké, okay, akkor képzeljük el, hogy a macskák párban születnek, és van egy olyan szabály, hogy ha az egyik macska él, akkor a másiknak halottnak kell lennie. És innentől kezdve, ha lent van egy ilyen fizikai törvény, már pedig a részecskék perdületére vonatkozóan van, akkor képzeld el, hogy kinyitod a Schrödinger macskájának a dobozát, és ezzel uh, fe, felfedezed, hogy mondjuk él a cica, és akkor ebből viszont azonnal kell, hogy következzen, hogy a másik zárt dobozban levő cica viszont tudti, hogy abban a pillanatban halott. Holott addig nem tudtad, de, de mivel hogy megvan az össze... Tehát, hogy a csatolás a kettő között, az meg kell, hogy legyen, ezért aztán, ha az egyiket megméred, akkor a másik is fölvesz egy állapotot. És ebből ugye olyan paradoxonok következnek, mint hogyha mondjuk a, az egyik cica eltávolodik a másiktól, és mondjuk már fényévekre vannak egymástól. A halott cica honnan tudja, hogy halottnak kell lennie. Igen, meg hogy, hogy honnan tudja, hogy ha a másik hirtelen meghalt, akkor neki élnie kell. Tehát, hogy ezt amikor mondjuk azok lehetnek egy adott pillanatban messzebb egymástól, mint, mint hogy a fénysebességgel átérjen az egyik cicártól a másikig az információ. Mert ez aztán az igazi durva. És akkor mondta az enyém, hogy micsoda kreténség, hogy a világ nem lehet ilyen, mert lám-lám, önellenmondásra jutottunk. És akkor konkrétan a 60-as évekbe várt lehetővé, hogy ezt a furcsaságot kísérletekkel meg tudják vizsgálni, és képzeljétek el az jött ki, hogy a világ az tényleg ilyen. Tehát tényleg így működik ez a képtelennek tűnő történet, amit pénzérmékkel, kis cicákkal, meg óvodás gyerekekkel megpróbáltunk itt elmondani, az tényleg, tényleg úgy van. És egyébként független csoportok csinálták ezt a kísérletet, az egyik, ez a Klauser, John Klauser nevű amerikai fickó, Berkeley Egyetemről, Kaliforniáról, ő, őt konkrétan a Feynman, aki maga is nobel volt, és ő volt a főnöke, elkergette a francba ki, üvöltve kiküldte az irodájából, hogy ne foglalkozz ilyen marhasággal, csinál inkább valami rendes fizikát. És aztán nem is lett professzor belőle soha. Tehát, hogy egyébként ő úgy men nyugdíjba, hogy, hogy nem mászta meg az egyetemi ranglétrát, de hát most aztán Persze, mostanra már alapvetővé vált ez a kísérlet, amit ő, ő, ők megcsináltak a, a konkrétan 1972-ben Stuart Friedman-nel, csak ő már közben meghalt. És ugye a nobel díjat csak élő embernek lehetett adni. Aztán van még egy Ellen Aspect nevű francia, és egy Anton Zeilinger nevű osztrák, akivel én egyébként találkoztam Bécs, Bécsben egyszer a Schrödinger intézetben, de akkor ő még nem volt Nobel-díjas. Szóval ők tulajdonképpen bemutatták, hogy Einsteinnek nem volt igaza. Jól értem a kvantum összefonódást. Úgy is mondhatjuk a dolgot, hogyha az a sok részecske, ami körülvesz minket, azoknak a párja ugyanúgy, ugyanolyan módon egy helyre kényszerülnének, akkor egy inverz világ jönne létre? Jó, azt nem tudom. Ugye ezek fermionok, ez azt jelenti, hogy, ugye, hogy kettő részecske, tényleg nem lehet ugyanolyan állapotban. Tehát például nem lehet ugyan, nem lehetnek ugyanott és ugyanarra mutató spinnel, perdülettel. Tehát most az egyébként egy nagyon jó kérdés, hogy hogy a túróba kell érteni a kvantummechanikának ezt a tulajdonságát, hogy most olyan, mintha pénzérmével dobálnánk ki a végeredményt. És akkor ennek van olyan interpretációja, hogy igen, valójában ezek ezek mindegyik megtörténik, csak minden lehetőség egy párhuzamos univerzumot nyit ki, úgymond. Ez a multiverzum interpretációja a kvantummechanikának, ami nem a klasszikus, mert klasszikus a koppenhágai interpretáció, aminek maga Niels Bohrék a műhelyéből került ki, ami tényleg az, hogy hát ezek ilyen valószínűségek kész, ez a végső létező, ennél többet nem tudunk jósolni. Vannak, akik azt mondják, hogy hát nem az van, hogy vagy ez, vagy az, hanem ahogy te is utaltál erre az előző kommentekbe, vagy ez is ez. Tehát, hogy minden lehetőség megtörténik, és akkor azok hozamos világegyetemek. Hát ez fura. És akkor tényleg, ahogy mondod, ha ugyanoda kerülne ugyanolyan állapotba, mekkor az nem lehetséges, tehát akkor megnyit egy másik univerzumot, hát pff, akkor már inkább az a kérdés, hogy mi miért pont abban az univerzumban vagyunk, amiben vagyunk, és, de úgy szerintem ez nem egy egyszerű probléma. Elég sztártrekes minden esetre. Ez így van. És egyébként persze a titkosításban ez egy tök fontos dolog, mert a kvantum titkosítás az emiatt lehetséges. És évek óta beszélünk már arról, hogy kvantum számítógépek, és érnek is el eredményeket a kutatók és a, és a műszaki emberek ezen területen, de azért mégsem ott tartunk, mint, ahogy azt a nagy kvantumrobbanás pillanatában gondoltuk. Miért van ez? Hát igazából a nagy kvantum robbanás... Megtörtént egy, már a, nagy ezt a Google robbanás? Igen, egyáltalán? később aztán ezt is, ezt is kétségbe vonták, hogy, hogy ez vajon tényleg megtörtént -e. Ugye az volt, hogy a Google azt hiszem nagy csinadratával bejelentette, hogy ők elérték ezt a kvantumugrást. Öh, aztán egyébként többen ezt kételkedve fogadtak. Kicsit nekem úgy tűnik a párhuzam, mint, és nyilván nagyon lesarkítva, mint mondjuk a térhajtómű lehetősége, hiszen hát elméletben tudjuk, hogy hogyan kéne albuquerque ajtóművet tervezni és építeni, viszont hát tulajdonképpen nem tudunk, mert nincs annyi energiánk hozzá. És ebben az esetben is tudunk a kvantumvilágról, és, és kapargatjuk annak felszínét, de de a hétköznapi életben, és persze nyilván azokon a területeken, mint a titkosítás, ott, ö, ott fölértékelődik ennek a jelentősége, de a hétköznapjainkban a, az általános felhasználói szinten még, még nemhogy nem szivárgott be, annyira messze vagyunk, jelen pillanatban úgy érzem, de, de hát talán pont a titkosítást ez az első, ahova ez be tud szivárogni, amit mi hétköznapi emberek érzékelhetünk. Mert ugye például, ha arról lenne szó, hogy a kommunikáció lehetőségét kéne megteremteni két olyan pont között állandóan és nagy biztonsággal, ami, ahol már ö, ö, számolni kell a, a, a terjedésnek a gyorsaságával, a rádióhullámoknak a gyorsaságával, mondjuk nap, elsősorban naprendszerén kívüli dolgokról beszélek, akkor nyilván az emberek ösztönözve lennének arra, hogy, hogy a kvantum világnak ezen részét ismerjük meg jobban, hiszen szükségünk van erre, és ez egy megoldás lehet. Talán célzok erre is. Igen. De hát azért nagyon messze é, tartunk igen. attól, hogy, hogy kommunikálna kell a, a nagyon messzi. Meg támgyattal. ugye, ha azért vegyük észre, hogy itt ugye arról van szó, hogy igazából itt értelmes információ nem jut el az egyik macskától a másik macskáig. Ugye, az egy külön probléma, és az egyetlen nem oldja meg egyébként a fénysebességnél gyorsabb tényleges információátvitelt. Vagyis én így értelmezem Igen, ezen de egyébként. azt gondolom, hogy egy idővel, ha ezen a fejlesztések elindulnának, és ez nagy hangsúlyt kapna, vagy a technológia fejlődésével később, olyan dekódoló eszközök, olyan eszközök jöhetnek létre, amire ma még gondolni sem tudunk, mert... mert... Hú, hát ez egy, ez egy külön adásnyi. Az biztos, hogy ez még nagyon messze van, és én speciál, és ezzel nem leszek népszerű, én azt hiszem, hogy egy kicsit, kicsit lufi a dolog olyan értelemben, hogy, 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 nem is azért, hogy technikailag nem lehet megcsinálni a kvantum számítógépet, hanem nehéz hozzá olyan problémát találni, amire értelmesen bevethető, és hatékonyabban bevethető. Hát ez egy kicsit olyan dolog, hogy nagyon gazdag vagyok, megveszem a Twittert, de igazából nem tudok vele mit kezdeni, és rosszul csinálom. Klaudia, nagyon csöndben vagy viszont. Én igazából, tudjátok, én ehhez a kvantum mechanikához, meg fizikához nem igazán tudok hozzászólni, nekem ez, ez már ilyen, ilyen magas szintű, úgyhogy tényleg én így le vagyok ragadva a Schrödinger macskájánál. Használd a képzeletedet, hát, nem, hát annyi, annyi minden, egy olyan világról beszélünk, ahol ahol minden is lehetséges, valóban ez az a világ, amiben minden is, és annak az ellenkezője is, és minden is lehetséges. Ez, ez, Igen, ez és olyan... amúgy én, én pont azért állok a kvantumfizikához ilyen nagyon hát önellentmondásos módon, mert egyszerre tudom nagyon szeretni, tehát tetszik az, hogy, hogy megpróbálja azt is megmagyarázni, amit, amit a normál fizika törvényei szerint ugye nem tudunk. Másrészt viszont ugye, és ugye mivel sok esetben akár a, 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 a véletlent Hozza fel magyarázatként, most csak így nagyon leegyszerűsítve. De van ilyen, hogy véletlen, Klaudia? Na, és így ja, itt kezdődik az én problémám. A szabad az, akaratot hogy miért... veszi el tőlünk a kvantumvilág, arra célzol? É, azt adja nem, nem, vissza. nem is annyira a szabad akaratot, mert a, a szabad akaratnak az ellentéte, ugye a predestináció, az megint más, ugye az a protestens hitvilág, ugye az eleve elrendeltetés. Alapból nem hiszek a véletlenekben, és ennek semmi köze nincs az én valásosságomhoz, vagy hitemhez. Tehát én, én, én mindig úgy gondoltam magamra, hogy én akkor sem hinnék a véletlenben, vagy nem tudnám elfogadni a véletlent, hogyha tök ataista lennék. Tehát, hogy ez nekem nem a, nem a vallása miatt nem hiszek a véletlenben, hanem hogy én alapból sem tudom elfogadni a, a, véletlent. És ugye mivel a, a, kvantumfizika sok esetben pont a, a véletlent használja fel magyarázatként, itt ezzel a részével meg már nem tudok egyetérteni, viszont közben meg nagyon izgalmas, az, azok a részei nagyon izgalmasak, amik meg nem erre a véletlenszerűségre alapoznak. De, de jó, jó társaságba kerültél, mert tényleg ugyanazokat mondod, mint annak idején Einstein. Viszont azért arra fölhívnám a figyelmet, amire mondtad, hogy klasszikus fizika, az maga a predestináció. Tehát igazából én azt szoktam mondani, hogy a kvantummechanika adja vissza a szabad akarat lehetőségét a fizikába, vagy akár, ez ha érdekes, úgy tetszik, ez, az isteni beavatkozás el. lehetőségét a fizikába, hiszen, hiszen a newtoni elmélet szerint ugye a gép forog, az alkotó pihen, tehát onnantól kezdve a kezdető pillanatban minden eldőlt, és minden teljesen determinisztikus, a klasszikus fizika ez volt a világképe, tehát ilyen szempontból a, a kvantummechanika olyan lehetőségeket nyit, ami nekem speciál pont azért komfortos, mert ebben helyet találhatok a saját szabad akaratomnak is, meg esetleg egy, egy isteni beavatkozásnak is, ha úgy tetszik. Aha, na látod, mondom, én ezen így még nem gondolkodtam el, akkor most majd új, szemszögből fogom a kvantumfizikát Persze, a igen, lélek. ez a véletlen az nyilván, a véletlen, hogy mi a franc, az a véletlen, azért az, az, az fura, tehát ez csak egy szó, de igazából mondjuk úgy, hogy van egy olyan réteg, amit elméletileg sem tudunk megjósolni a fizika törvényeivel, és arra azt mondjuk, hogy ez már pedig a világ egy alapvető tulajdonsága, és, és, kész. <laughs> van egy színfal, ami mögé sose láthatunk be. És lényegben ezt mondja ki a kvantummechanika. Nekem. Tehát nyilván megint ez, hogy ki hogy értelmezi. Viszont, viszont a neandervölgyiekről azért biztos szívesebben beszélnél, mert mondtad, hogy a kvantumfizika az kvantumfizika, de akkor elcsünk néhány szót van te Péborról, aki a orvostudományi Nobel-díjat kapta, ugye nem a karikójék kapták, viszont hát ez a csávó, ez nem semmi, mert hogy, hogy ő volt az első, aki például... Neandervölgyi házi orvos. <laughs> ne de, de, figyelj, ez az ember 40 ezer éves csontokból teljes neandervölgyi gén szekvenciát szekvenált. Tehát elmondtuk itt a Jurassic Parkos adásban, hogy a dinók, hát dinók DNS-e, jaj, jaj, sose lesz, de basszus, engem földhöz vágott az a hír, ami már több évtizedes hír, csak hozzá most jutott el, hála a nobel hogy 40 ezer éves teljes neandervölgyi genom van a birtokunkban, és egyébként az baromira nem volt egyszerű, mert nyilván, amikor bementek a múzeumokba mintát venni a Svante bolyék, aki egyébként svéd, de, de nem Svédországban, nem Németországban dolgozik, akkor, akkor természetesen tele volt szennyeződéssel, tehát egy csomó cikket utólag vissza kellett vonniuk azért, mert minden, majdnem mindenről kiderült, hogy azok későbbi szennyeződések. Mondjuk az egyik kutató hozzányúl, vagy mit tudom én, tehát egy múzeumban azért sok minden ér, egy raktárban is. Tehát de ennek ellenére sok évtizedes, nagyon kitartó munkával megcsinálták azt, amire mindenki azt mondta, hogy lehetetlen, szeparálták a neandervölgyi DNS-t, és egyébként ebből jöttek ki egyébként olyan elképesztő információk, mint hogy megtudtuk, hogy mi Európában élő emberek jellemzően 1-2 százaléknyi neandervölgyi DNS-t hordozunk magunkban, vagy a, vagyis ezek az emberfajok ezek, mert ezek terek egymással. Igen. Tehát ez nem olyan. Tehát ez, ez nagyon. Erről dolga. ugye renget, rengeteg könyv született most már. Például nagyon jó ilyen genetikai könyv az Én Európai Családom, ez is azt hiszem egy tavalyi kiadás talán, ami, ami ezzel indít. Ugye ma már tudjuk, hogy valóban a, a, amikor a, a Homo sapiens megjelent, akkor ugye a Neandervölgyiek, azok még itt voltak. És a, nyilván a Homo sapiens volt az erősebb ö, genetikailag is, meg hát amúgy is, de ugye szaporodtak. De mondjuk a az agytérfogata meg, meg nagyobb volt a Neandervölgyinek. Hmm. Igen, annak az igaz. Ja. Szaporodtak a Neandervölgyiekkel, és igen, pontosan ezért van az, hogy a mi DNS-ünkben, és én ezt. Szerintem én vagyok a legnagyobb megmondhatója most itt hármon közül, hiszen ugye én még évekkel ezelőtt a férjemmel csináltunk ugye egy ilyen DNS tesztet, és, és bizony, bizony, igen, tehát ki lehet mutatni azt az egy-két százaléknyi neandervölgyit a mi DNS szekvenciánkban is. És egyébként fel, fel, kérdezheti a hallgató, hogy oké, oké, hogy az ugyanolyan, mint a neandervölgyi ős, neandervölgyi DNS-ében az a szakasz, de hogy honnan tudjuk, hogy ez nem a közös ősünktől származik, és erre az a válasz, hogy Afrikában, az afrikai populáció nagyobb részében nincs benne ez a gén szakasz. Tehát, hogy ez a vicc, hogy, hogy ugye a homo sapiens az Afrikából jött ki. És tehát akik Afrikában, igen, és akik Afri később, mint a neandervölgyiek. És akkor, amikor az Afrika, Afrikában az afrikai embereknél végzett ugyanilyen tesztek, mint amiket a Klau beszél, a Klau mesél, azok nem mutatják ki a neandervölgyi szekvenciát, tehát ebből jött az, hogy az a sztori, hogy akik kijöttek Afrikából, azok valamennyire átkeveredtek a neandervölgyiekkel, és egyébként az is kiderült, hogy akik meg aztán Ázsia felé kanyarodtak, azok meg ugyanígy a gyenyi szovai emberrel, úgy van. És, és ott meg, és ez is a Svante Pébolyék eredménye, ott is egy jó 1-6 százalék keveredés van, ami viszont az európaiakban nincs, sincs jellemzően, de ez ázsiában meg az, az uh, lehet, jellemző. Lehet, lehet, mert például ott van, a, ott van a férjem, aki ugye ázsiai felmenőkkel aha, rendelkezik, aha. annyira, hogy különben elég csak ránézni. Aha, tehát ja, látszik ez a, ez a kicsit ez a mongolos beütésű, húzottabb szeme van különben, tehát ő, és a, az anyai nagyszüleitől örököl, tehát és a, az anyai nagyszülőknek a fényképein meg még inkább látszik, és, és ha jól emlékszem, nem akarok ő, hülyességet mondani, de ha jól emlékszem, neki van közös genetikai állomány mintája a szovai emberrel szintén. Nagyon durva. Ami meg amúgy rohadt ritka. Így van, főleg Európában. E, igen, inkább Nyugat-Európában, mert azért Magyarországon, azért itt, itt ja, azért, igen, mivel itt, itt kunok inkább ugye Ázsiából jöttek befele, itt azért ez jobban ö, be, ö, figyel. Jogos. De ez elképesztő, hogy ha belegondoltok, hogy év, év több tízezer éven keresztül az volt a teljesen normális, hogy tényleg több ember faj ért. És még egyszer, most nem a rasszokról beszélünk, tehát nem rasszista műsorról beszélünk, most nem az, hogy, hogy izéj ki mongoloid, meg európai, nem, mert ezek mind ugye homo sapiens al, al rasszok, hanem hogy konkrétan az, hogy tényleg, tehát olyan, mint a Star Trekben, tehát egy kicsit olyan volt a világ, hogy tényleg léteztek. Ezek a különböző kategóriák. Persze, megint egy jó kérdés, hogy akkor mit tekintünk biológiai értelemben fajnak, hiszen hogyha valakik szaporodóképes utódot tudnak létrehozni, akkor persze, és ez már messzire vezet, akkor felmerül a kérdés, hogy egyáltalán indokolt-e mondjuk a Neandervölgyeket külön fajnak tekinteni, hiszen nem lenne bennünk az ő génjük, hogyha nem hoztak hát volna ott létre. Vagy akár azt mondani genetikailag, hogy. hogy Tiszta magyar, hát olyan... Jó, hát az nyilván hát a, hülyeség, Ugye, de... az, hogy magyar, az, az ott, ott, ott a, a nyelv és a kultúra. De genetikailag nem lehet Jó, hát a magyar, mondani, az, az persze. Mert ugye, eleve, de más se, tehát tök mindegy. Mert ugye eleve kezdjük azzal, hogy akkor hunok. Hát hun DNS-t a magyaroknak talán a 10%-ában találsz. Ugye most a magyarság kutató Intézet csinált egy ilyen ö, ö, genetikai gyűjtést. Na most például pont a férjemnek a genetikai állományában van hun DNS, de ugye most például elmentünk szerre még januárban, és úgy, úgy realizálódott nála, hogy, 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 hogy hát hogy került bele ez a hun DNS, hát úgy, hogy ugye mivel ő neki ugye szláv felmenői vannak még hozzá, azok a szlávok, akik itt éltek akkor, amikor a hunok, ugye a honfoglalók, megérkeztek ide a Kárpát-medencébe, és hát bizony azok a hun férfiak megerőszakolták az itt élő hát szlávőket. Bony, bony, bonyolódik a történet most. Én azt sem tudom, mert... Egyébként, hogy így hallgatlak titeket, bocsássatok, meg egy nagyon érdekes dolog vetődött fel bennem még hozzá az, hogy Ugye azt tudjuk, hogy manapság van olyan, hogy GDPR, meg, meg mindenféle adatkezelés, titoktartás, nem lehet beszélni nyilvánosan másnak az egészségi állapotáról, ha ő maga nem hatalmazza fel erről azt, aki erről beszél, és eszembe jutott, hogy ugye most Claudia például a férje DNS-éről beszélt, ami persze jogilag, és nyilván erkölcsileg sem egy védett, vagy egy minősítetten személyes adat, de eljöhet hm. az az idő, amikor ez megváltozik? Hát szerintem pont, hogy nem. Tehát most például, ha belegondolok, hogy ezeket a DNS-es dolgokat, amiket, amit mi is csináltunk DNS-mintát, ezt ugye Houstonban én, elemzik. Igen, de nem úgy elemzik, hogy oda van írva a kis lapkára, hogy Ivan és Régel nem, nem Klaudia Magyarország, egy, Magyarország egy, hanem ettől egy, ez egy anomin, nem anonim egy adat. Nem egy Én Igen. Értitek? Tehát mintha azt mondanám, hogy a Miklós nincs most adásban, mert megfázott. Ezt jogilag nem lehet mondani csak akkor, ha a Miklós felhatalmaz arra, hogy én azt mondjam, hogy ő megfázott. Igen, és egyébként szerintem egy nagyon jogos dolog, amit fölvetsz, mert ugye tudjuk, hogy például vannak olyan betegségek, amik bizonyos etnikumú emberek esetében jobban megjelennek. Tehát például lehet tudni, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk genetikailag nagy valószínűséggel, mit tudom én, ugye tudjuk, hogy például a kelet-ázsiai népeknél, ugye az a viszonylag nem olyan rég, né néhány 6-7 ezer évvel ezelőtti pontmutáció, ami lehetővé teszi, hogy tehén tejet ígyunk, az ugye Európában kattant be. Tehát az európai populációnak a nagy része az tudja tolerálni a laktózt, hogy úgy mondjam tehát tudunk tehén inni, de például ázsiai populációkra ez nem, nem igaz. Most mit tudom most mondok valami baromságot, hogyha valakinek kiderül, hogy nagyon sok a nagyon nagy mennyiségű ázsiai felmenővel rendelkezik, és valaki tisztában van konkrétan mondjuk ennek a laktázenzim bekapcsolásának a, az öröklésmenetével, akkor esetleg kilogikázhatja, hogy ez az ember nagyobb valószínűséggel laktózintoleráns, és az már lett egy szenzitív információ. Vagy, egyébként, egyébként én tudok, nem csak keveredéstől, teljesen függetlenül fel tudok sorolni olyan szindrómákat, amik, amik, például kifejezetten nagyobb a valószínűséggel fordulnak elő embercsoportokban, például, vagy, vagy kifejezetten alacsonyabb arányban, tehát, hogy, hogy ezek, ezek... Sőt, hát ugye gyógyszerek, ilyen Dr. House és egyéb uh -huh. sorozatokban látjuk is, hogy gyógyszerek függnek attól, hogy adható neki, mert uh, fehér, vagy adható -e neki, vagy nem adható, és más kell, mert fekete bőrű. Pontosan. Ö, különben még az eredeti kérdésedre válaszolva, kedves Ádám, van -e erről egy nagyon jó, de nagyon alul értékezt kifi, aminek viszont nem fog eszembe jutni a címe. Hát akkor minek mondod, Claudia? Hát de komolyan. Fralisz, Azért, mert teljesen, hogy... hogy, van egy jó szkifi, de és mindjárt azt mondja, hogy nem mind. jut eszembe a címe. Volt régen valami krimi sorozatban vagy filmben láttam azt, hogy tudták, hogy ki a gyilkos, de nem jutottak hozzá a DNS-éhez, mert nem volt bizonyítékuk, és így nem tudtak DNS-tesztet készíteni. De valami művész vagy, vagy nem tudom, volt az elkövető, vagy már nem emlékszem rá, de az a lényeg, hogy a lógott a falon. Elszínen volt két, ezt láttam azt a részt. És igen. ugye igen? És a a szekvenálva volt, volt a DNS-e, és így. Köszönöm szépen. Na látod, legalább Igen. ezt tudok. De én Klaudia, ugye én iszonyatosan nagy helyszínelők rajongó vagyok, és ott volt egy, pontosan úgy volt, hogy nem tudtak DNS-mintához jutni. Egy nő volt a gyilkost különben, de nem művész, hanem valami üzletasszony. De az ő szok, az irodájában lógott előre. egy, úgy nézett ki különben, mint egy, mint egy hangsáv, tehát ilyen kiugró tüskékkel. De ugye az igazából egy DNS-szekvencia volt, és az egyik uh, helyszínelőökre hát, hogy í, hát az egy DNS-szekvencia. És ugye az arról viszont Rádásul volt... Ráadásul a fotó... sajátja, mert egoista. A sajátja. Igen, a sajátja. Milyen? És a ugye jön. erről voltak fotók, mert ugye még a helyszínelős során ott készültek fotók, és akkor az alapján tudták a végén bebizonyítani. Igen, ez egy... Hát, azt hiszem talán New Yorki helyszínelőkben volt ez a rész. De van benne Jerry Sziniz, vagy nincs? Ha. Az a, igen, igen, Tudjuk, igen, az, az, Tudjuk, hogy a kedvencet. Ne viccelj, hát a New york, ne hát, az... york abban van, az a Geri színés sorozat. Ne Na, visszat. jó van, az de még... Csankó Zoltán fantasztikus Na. szinkronjával. Na, igen, én csak azt akartam behozni, még amikor a hunokkal, meg mindennel kapcsolatban sok elkezdődött, hogy, hogy csak annyi, hogy, hogy igazából az a döbbenetes tény, hogy nem csak olyan, hogy, hogy mit tudom én, tiszta magyar, vagy tiszta fehér, vagy ilyen marhasságok, jól tudjuk, hogy nem léteznek, de azért az, hogy olyan sem, hogy idézőjelbe vett tiszta homo sapiens sem, azért az minden esetre szerintem egy világnézet formáló dolog, és felhívja a figyelmünket arra, hogy tényleg ilyen Star Trek-szerű világban éltünk az íratlan történetünknek a nagyon nagy részében. És ez durva. És ez nagyon maximálisan megérdemelte a Nobel-díjat, amit egyébként egyedül kapott meg az ember. Ez is ritka manapság, hogy a orvosi Nobel-díjat nem megosztva két-három ember kapja, hanem egy ember, de ez esetben teljesen megérdemelt szerintem. Dürran. A Star Trek világában élünk. Hát bár most már nem. Ezt bár egy kicsit igen. Hiszen hallhattuk, hogy itten olyan emberekkel beszélgetünk, akik gyennyi szovai és neandervölgyi génekkelben tocsognak. Na de mi? Hát ez a, ha nem ő, hanem a férje. Na, hát ez hát, érted? Jó van. ismerek egy olyat, aki, hát. <síthat> <síthat> Na én is persze messziről, messziről jött génszekvencia, azt mondom, mit akar. Amit ja. akar. <síthat> Így van. Mi egy rövid szünetre most elmegyünk, aztán folytatjuk az idei Ig Nobel díjasokkal. Maradjatok velünk! Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum és szívesen lépsz a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeret terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Na, Claudia, te vagy a Ignobeldi felelőse a Parallax és Univerzumnak. Tőled is azt kértem, hogy egy néhányat, egy-kettőt emeljél ki, kettőt, hármat. Hát azt már tudom, mert adás előtt megbeszéltük, hogy ez nem sikerült, mert legalább egy tucattal hoztál Igen, nekünk, de, de aztán lerövidítettem, mert hát itt ugye kettőről szeretnék beszélni. Az egy, jó, akkor kettő mindenképpen, aztán majd meglátjuk, hogy mi fér még bele. Na. Na jó, szóval, az egyikről azért, mert ugye ennek van magyar vonatkozása is, amit szerintem már az előző adásokban, amikor erről az adásról, vagy erre az adásra utaltunk, akkor már felvezetésként többször előkerült. Ugye a béke ignobelni, amit egy nemzetközi kutatócsoport kapott meg, ebbe volt kínai, kanadai, holland, brit, olasz, ausztrál, svájci, amerikai, és ugye egy magyar, számadó szabolcs, és ők egy olyan, most ezt remélem, hogy jól sikerült értelmeznem, de ha nem, akkor majd a Miklós kiavít, tehát ők egy olyan algoritmust dolgoztak ki, ami a, a, a segít eldönteni, hogy, hogy, az, az most ott igazat mond, vagy éppen nem mond igazat. Egyébként kerestük számadó Szabolcsot, próbáltuk meghívni a műsorba, de sajnos nem reagált egy, egyik megkeresésünkre sem. Amúgy ehhez kapcsolódik csak, hogy valami hasonló berendezés lehetett az agymenők egyik epizódjában, ahol ugye Sheldon kipróbált egy olyan szerkezetet, ami a, felismerte a különböző ilyen emóciókat, hogy mondjuk valaki dühös, haragos, mérges, Szarkasztikus, mert ugye ő magától nem ismeri fel ezeket. Egy kicsit ilyen lehet ez is, hogy felismeri a plegykát. Plegykát, ugye? Nem, hát ugye, nem, ne, nem, tehát ez egy olyan logikai algoritmus, ami segít a plegykálónak eldönteni, hogy mikor hazudjon, és mikor ja, mondjon igazat. na azért mondom, akkor itt valamit ugye? félreértettem. Tehát, hogy... Tehát a hogy... plegykálkodónak ugye? segít eldönteni, hogy mikor hazudjon, és mikor hogy mondjon igazat. Így van. Ez mi... még jobb, mi... tehát, ez, ez még jobb, ugye, ez, ez azoknak jó, akik imádnak plegykálkodni, de szeret... Hát, nyilván tudjuk azt, hogy a plegyka, az, az, az tízből kilencszer az, az féligasságokat, vagy, vagy legalábbis... Nem zölög nem, a haraszt. Nem, úgy van, tehát nem teljes igazságokat, vagy nem tartalmaz teljes igazságot, azért pletyka. És akkor ugye a plegykálkodó az, az el tudja dönteni, hogy, hogy, mikor vagyon igazat, és mikor hazudjon. Hát Na most ugye, ha már itt az előbb emlegettük a mindenféle jogi ö, dolgokat, hát név nélkül én ismertem egy, egy személyt, őnek ez nagyon jó lett volna, mert ő annyira plegykás volt, hogy mindig-mindig valamit ö, megpróbálta a társasággal elhitetni, de aztán de egy idő után mindig rájöttünk. a fake, de a fake news az plegyka? Hát, most... Uh... Mert az inkább nagyot mondás, amire szerintem tetszél, a plegyka az, hogy én, én a Miklós háta mögött elplegykálom neked azt, amit a Miklós mondott. Igen, de mindegy, tehát ő ilyen plegykálkodós volt, tehát hogy másokról mondott dolgokat, de mindig elferdítette. És akkor már harmadszor mondta, de már harmadszor is már teljesen más volt, ez mint amit ez ugye. Mélyen, másodszor mélyen nagyon ki akarod satán. adni. Nagyon, igen. Nem, mert idegesített, hogy ilyen, tehát nem tetszett. Megértem. De ez, ez megértem. neki tök jó lett volna, hogy, hogy fú, hát a múltkor így mondtam, fú, akkor most... Ja, hogyha megint, nem hiszik, mondom. ha, a gép azt látja, hogy a másik fél nem hiszi el a, a, a szövegelését, a, vagy, vagy, vagy elhiszi, tehát hogy tud úgy, hogy mikor mondja igazat a plegykában magában. Igen, tehát hogy mi úgy, itt... hogy ne bukjál le, ugye? Tehát ez a... Ez a stratégia nyilván, hogy van egy munkahelyi hálózat, és akkor mit tudom én, és akkor vannak benne emberek, akik egymásról állítanak mindenféle dolgokat. Van, hogy neked az, az, az áll érdekedbe, hogy befeket egy harmadik ember egy a B ember előtt is a C embert, de nyilván ez rosszul sülhet el, hogyha egyébként a C a B-vel nagy barátok, vagy nagyon gyakori beszélő viszonyban vannak, vagy sok közös előismeretük van, és akkor emiatt igazából te jársz rosszul, pedig az volt az eredeti célod, hogy a, hogy a C és B közti viszonyt megronsd, de igazából saját magadnak ártasz ezzel ilyen értelemben, és akkor Erről szól a történet, hogy, hogy annak ismeretében, hogy milyen a szociális háló, hogy mennyire vannak úgymond összekötve az emberek, mi a legjobb plegykálkodási stratégia, hogy mihez? Hát ah, nyilván, hogy saját magadnak, hogy minél kevésbé bukjál le. A, azt nem <laughs> tudom elképzelni, hogy, hogy ma, maga ez az, a, a, ez az alkalmazás ez real time-ban működhet? Tehát, ez egy kicsit ilyen hülyén néznek, Nem, ez ki, egy, tudod, egy tisztán jár... elméleti algoritmus, tehát ez egy, ja, ez, ez, hall... egy ez egy, ez, egy, ez egy szimuláció. de akkor okay. játszunk el a gondolattal, de. hogy ez miként valósítható Jó, játszunk el mondjuk... a gondolattal, hogy megvalósítanak egy ilyen alkalmazást. Mert akkor viszont elég hülyén működne, hogy bekapcsolom az alkalmazást, és mondjuk van egy, mit tudom én, mondjuk van egy, van egy csík, és mondjuk, ha a középen van az a semleges, és mondjuk, ha átmegy pirosba az a hazugság, a zöld az az igazság, érted? Uh -huh. És akkor én úgy plegykálkodok, hogy közben folyamatosan nézem a telefont, hogy most izé, merre menjen a csík, mert az ugye... Igen, egy, igen, egy, egy dolláros készít. applikáció az Apple Store-ban. Ja, vagy, vagy izé, vagy okos órára letölthető, és hogyha hazudsz, akkor megráz. Lezeg. És az, ah, az, az az, nagyon az. jó. Na... Klaudia elveszett benned egy feltaláló, egy mérnök. Itt egyébként az, az a konstrukció amúgy ebben a képzeletbeli numerikus, tehát model kísérletben, hogy elképzelünk két embert, akik egymással játszanak valamit mondjuk olyan kártyajátékot, hogy a másik ne láthasson bele a lapjaiba. és akkor van egy harmadik ember, aki a gossiper, aki a plegykáló, aki mondjuk megsúghatja az egyik játékosnak, hogy a másiknak mi a lapja, de, ugyan, de bizonyos valószínűséggel kamuszhat is, mint hogy mondja a Clau, hogy gyakran fake newsokat terjesztenek a plegyizők, és akkor itt ez a kérdés, hogy igazából Mik, mennyire kell komolyan benni, mi, mi, mikor, mikor üthet ez vissza, azt mutatja egy ilyen blöff érzékelő? De igazából nem is egy érzékelő, ez tényleg, tehát ez konkrétan csak az, hogy... Értem, de hogyha képzelnénk egy, egy valamit, egy tárgyat, egy használati tárgyat, egy kis kütyűt, akkor ez egy bluff érzékelő lenne tulajdonképpen? Lennének póker ahol a bluff érzékelőket kitiltják? Hát ez egy, az és jó és lenne, de ha egy, valaki igen. lebukik, mint I, segítő, a gyöngyökkel. A bluff segítő. segítő. Vagy ne, igen. igen. Vagy inkább ez egy segítő. Igen, tehát egy rezgő análgolyó, ami akkor jelez neked, hogyha most éppen itt az ideje blöffölni. <laughs> és <gül> vagy nem tudom, csak hogy ugye utaljunk a közelmúlt beli ottrányra. Igen. Na jó. Az még egy újabb Big Nobel díj lesz, ha ezt meg is valósítják. Ti egyébként plegykásak vagytok? Én nem. Őszintén. Nem, nem. Én sem. Tehát én azt szeretem, amikor az emberek szemtől szemben elmondják a dolgaikat, és ezt el is várom egyébként. Tehát én is ennek szellemébe csinálom a dolgokat. Nem, nem, és, nem és én mert nem is, sokkal is egyszerűbb. Mond, ha valaki plegykás. Amúgy is tiltja okay. a vallásom. Na, szóval... Következő. A biológiai díjat ö, Brazília és Kolumbia nyerte egy kutatásért, amiben azt vizsgálják, hogy a székrekedés, mármint amikor a skorpiónak van székrekedése, tehát a skorpiókról lesz szó. Jó. A skorpiók székrekedése. De ja, én skorpió rá. vagyok egyébként, mármint november elején születtem. Na, tehát a skorpiók székrekedése, befolyásolja-, -e, és ha igen, akkor hogyan befolyásolja a skorpiók párzási szokásait? Hát a franc, és hát hány olyan állaton, aki lényegében belehal a párzásba? Szól a masz is, az, az ugye sokféleképpen kinézhet. Gondoljunk arra a mélytengeri harra, ami felcuppan a nőstényre, és akkor gyakorlatilag feloldódik, és a az, a, az a lámpás halaknak így a van. Tehát ugye az a Maszló sem mindenhol ugyanúgy néz ki. Jó, ugye a Maszló piramis az kifejezetten az ha. emberre vonatkozik, hát ezek meg ugye nyilván nem annyira fejlett ö, ö, életformák, és az mondjuk az, az ember. Na, de, de, most először is ugye referenciákat, tehát ugye mind a nobel díj mind az Ig nobel mindig vannak referenciák, tehát előzetes kutatások, amire aztán az új kutatást alapozhatják. És akkor itt volt egy ilyen uh, referencia, hogy ugye megsérül a skorpió, például egy szurikáta leharapja a skorpiónak ugye a méreg uh, farkát. Az ugye a skorpióról tudjuk, hogy az nem olyan, mint a gyík, tehát nem tudja visszanöveszteni, tehát annak ott akkor ott úgy marad a farka, tehát le lesz harapva, de attól még a skorpió életképesnek minősül, tehát nem fog ebbe feltétlenül. Ródi, a kérmemet, el... rágom, hogy meg lefolyásolja a skorpiók székelési szokásait, az, hogy mennyire vannak felizzgóva. Na most ugye várjál, tehát le, le van harapva a skorpiók farka, ettől viszont ugye székrekedése lesz, mert ugye Ó. sérül a. De várjál, székrekedése lesz tőle. Szék, hát ez székrekedése lesz attól, hogy, hogy sérül a farka, hogyha mondjuk leharapják. Azért, mert ott lenne a végbél a farkánál. Aha. De, ja. De, várjál. Hát, Érted? Én nem én nem hát, értem, a... de most megpróbálok tövestül, nagyon intelligensen tehát Nem, a, nem, a, nem csak, a, nem csak a, azt a kis méreg tüskét, ami a végén van, hanem egy tövestől esetleg, vagy megsérül, vagy, vagy eltávolul távolítódik neki a farka, és ugye neki ott van szerencsétlennek a végbél nyílása, és ugye ez a székrekedése lesz. És hát ugye nyilván ilyen kora a skorpió, tehát nem fog párosodni. Teljesen mindegy, hogy hím vagy nőstény. Úgyhogy Ádám, a kérdésre a válaszod nem Én úgy a székrekedés az az, amikor nem jön ki. Igen. Tehát nem és a... azért nem jön nem, ki, mert meg Nem tudtad. De, te de, de, de csak ezt nem értem, hogy, hogy én azt hiszem, hogy nekem leharapják a végbe, mert akkor gyakorlatilag hasmenésem lesz. És nem pedig de Na mindegy, jó. Hogy nyilvánvaló azonban, hogy a párosodási szokásaimat befolyásol. Kezd. Igen. A, a, a műsorvezető kidőlt. Jó, oké, nem baj. Majd, majd utólag visszahallgatom ezt az adást többször, és akkor majd megértem ezt. Hát nem véletlenül, hogy ez a tudomány élvonala, tehát hogy nem várhatjuk, hogy, hogy néhány mondat alapján én ezt így megértsem. Majd ezt a referenciát el kell olvasni. Ja, oké. Okay. Műsor ezen része szerintem nem méltó a paralaxis, az hogy szerintem, szerintem, lépjünk is tovább. Attól tartok, hogy de. Na, jó van, lépjünk tovább. Ah, jaj, pedig, pedig, a következő van is. Még fontos Lesz. tudományos ja, hittem, kérdés. Most Azt van még ebben Fontos bennem. tudományos kérdés. Nem, nem, én átlépnék a következőre, pedig az is hasonló. Hmm, van benne kaki? <laughs> hát, Na, beütnés, a, a az lány. Van. Aki, aki űrhajósok kezébe dinoszaurusz ürüléket ad. Jó, hát igen, új, van valami gondzódása. Jó, de vagy vagyunk de. ezzel így egy párán. Na, nézzük. Na jó. Szóval, művészet történeti, ez művészettörténeti díj uh, Hollandia, Guatemala, USA, Ausztria kapta közösben. Uh, olyan ókori maja kerámiákat vizsgáltak, amin a tulajdonképpen uh, rituális beöntés ábrázolások hmm. vannak, és ez alapján próbálták meg rekonstruálni, hogy egy, egy, beöntés az, a, az ottani korban, illetve ennél a népnél hogyan nézett ki. Jaj, <laughs> <laughs> Istenem, ez zseniális! És ez gyönyörű, és megnézitek a cikket hozzá egyébként, ez szenzációs. Tehát, hogy, hogy... Nagyon jó. Na, akkor, akkor, beszéljünk, akkor beszéljünk a szerelemről. Na. Ak alkalmazott kardiológia. Beöntés és szerelem. Amúgy az azt, az, hogy elmondanám, hogy ez a beöntéses cikk, ez 1986-ban került publikálásra. Tehát, hogy az a, csak hogy érezzétek, hogy itt is, nem csak a nobel nél hanem látszik az Ig nobel is egy csomószor igaz, hogy bizony-bizony van, hogy évtizedekbe telik, még eljön az ideje. <laughs> ha, ha, Szerintem jogos hiányt pótoltak, akik észrevették ezt, hogy ez díjazás. Díjazásért kiállt ez a munka. Nagyon jó. Na, tehát akkor beszéljünk a szerelemről. Beszéljünk. Ö, alkalmazott kardiológiai díj Cseh-Holland Egyesült Királyság Svédország között megosztva, amikor ugye szerelmesek, tehát új-új partnerek találkoznak egymással, mondjuk Tinderen megbeszéltek egy randit, és akkor élőben találkoznak, és elkezdenek egymáshoz vonzódni, akkor az ő pulzusuk érdekes módon szinkronizálódik. Ez gyönyörű, ez egy tök jó eredmény. Ez, ez szerintem ez, ez ez nagyon, ez, ez nagyon ez teljesen, szép, teljesen különben. értelmes, és szeretem és, és ezt. Most ilyesmi. ez csak az én saját tapasztalatom, és lehet, hogy én is kapnék érte egy Ig Nobel díjat, hogy, hogy ez aztán szerintem hosszú távon is működik. Mert képzeljétek el, hogy nekem most van egy ilyen, még egyelőre nem tudom milyen kardiológiai problémám, hogy nagyon sokszor indokolatlanul fölmegy a púzusom, És ez este szokott nekem előjönni. És tök jó, mert amikor hozzábújjuk a férjemhez, és mondjuk nézzük a tévét, nyilván egyrészt lenyugszom, másrészt ugye hallgatom a szívverését, és egy ide után azt veszem észre, hogy így tök jól szinkronizálódik a szívverésünk, a pulzusunk, és utána már tök jól érzem magam. Tehát, hogy nem tudom, hogy ennek most ez lehet-e a magyarázata, de amikor olvastam ezt a kutatást, akkor ezen így elgondolkodtam. Szerintem pontosan ugyanerről van szó, igen. Tehát, hogy ezek az emberek összebújnak, és, és ja, Van egy ilyen régi élményem egy akkori kedvesemmel, aki már aludt mellettem, én néztem a tévét, és egy idő után észrevettem, hogy bármilyen ritmusba veszem a levegőt, egy idő után, egy rövid idő után ugyanúgy ő is ö, ugyanúgy kezdi venni a levegőt. Hm. Igen, ezt, ezt én is észrevettem, hogy nem csak a, 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 a pulzus, hanem a, a, a légzés is igen, szinkronizálódik. De ezt ajánlják is, például, amikor valaki pánikrohamot kap. Biofizikában egy csomó modell, ami ugye ezt vizsgálja, ezt a fázis szinkronizációt. Ugye, ilyen van, a, 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 mit tudom én, a Szent János Bogarak villogásától kezdve, a vastaps kialakulásán át egészen addig, hogy az együtt dolgozók, menstruációs ciklusa, hogy szinkronizálódik össze. Tehát ez tök érdekes, hogy vagy a lépések, ugye tudjátok, hogy együtt sétálnak egy idő után összeangolódnak, tehát van, van egy nagyon érdekes csomó ilyen dolog a, természetben, de tényleg, hogy ezt szíve, szívre így kimutatták, szerintem az, az tök jó. Tehát ez, ez, ez nem is akkora kreténység, mint az összes többé. Nem különben, ez kifejezetten nem az. Na, Ádám, van még időnk egyre? Persze. Super. Egy svéd, ő is egy egyedül, tehát e, szintén egyénileg Magnus Gens kapott biztonságtechnikai ignóbel díjat, <sítható> a jávorszarvas törésteszt bábú fejlesztéséért. Ugye gondolj bele, já, tehát vagyunk, ahol ugye rengeteg a jávorszarvas, és ugye a, a volvókat a, tesztelik jávorszarvas elgázolására A volvókat tesztelni kell jávorszarvas elgázolása ellen, és ahogy ugye van a, van a sima bábú, tehát ugye amit beleültetnek ilyenkor a, az embert, ö, 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 az ember helyett ugye, tehát hogy itt van egy ilyen műanyag bábú, ami ugye azt vizsgálja, vagy azt hivatott segíteni, hogy az ember milyen sérüléseket kaphat valamilyen ütközés során. Úgy ugye vannak jávorszarvas e, ilyen töréstezt bábuk is, amik meg ugye nyilván azért e, üt, ütköztetik őket a volvóval, hogy lássák, hogy mondjuk a kocsi, meg a benne ülő ember mennyire sérül. Mennyire van, és mennyire vannak biztonságban. Egyébként ez egy, ez egy nagyon jó. Ez, ez Igen, de, valójában... de lehet, hogy még a szarvast is, hogy mennyire sérül, mert a jávorszarvas meg védett állat tehát hogy hogy itt ennek nem csak a kocsira való hatását, meg az emberre való hatását nézi, hanem a jávorszarvasra is. És akkor Segít igazából az autógyártóknak ez egy teljesen jó életeket ment, mint a jávorszarvasét hát minden dolog Teljesen. Elvicceljük ezt a, az Ig Nobel díjat általában, meg hát tulajdonképpen gyakorlati annak nincs, hogy a skorpió párzik el. De, hát ha tudod, le, hogy pá érzed, hogy párosodni akar veled egy skorpió, akkor tudod, le kell csapni a végét, mert akkor székrekedése lesz, és elmegy a kedve az egésztől. Szerintem ez is életeket menthet, tehát ne, ne bagatellizáljuk el ezt a dolgot. Na jó. Oké, okay. Okay. De ennek, ennek a, amit most mondtál, ennek a, a jávorszáros bárbú tökéletesítésnek, ennek bármilyen viccesen hangzik, azért van tényleg gyakorlati haszna. Na, lépjünk tovább, mielőtt Miklós Deliriumba süllyed. Na, akkor még egyet mondok. Ö, irodalmi díj Kanada-USA Egyesült Királyság Ausztrália közösen azt elemezték, hogy mit teszi, szükségtelenül nehézé a jogi dokumentumok értelmezését. Például, ha DNS-tesztekről van szó. Hát igen. Tehát, hogy van egy, van egy, ti is biztos számtalan jogi dokumentummal találkoztatok már, és igazából lehet, hogy egy, egy, egy jogi, tehát mondjuk egy, egy ügyvéd, vagy bárki, aki a jogi do dokumentumokat ö, tudja értelmezni, ez két mondatban tök egyszerűen neked összefoglalja, hogy miről szól ez a dokumentum, de te nem tudod kisillabizálni, mert ugye jogi nyelven van írva, és nem érted meg. De én ezt megint csak azért nem gondolom kifejezetten ilyen viccesnek, tehát hogy ez tényleg egy, egy egész komolyan vehető kutatás, mert ugye tényleg rengeteg átlagember találkozik jogi dokumentumokkal élete során, emellett tudjuk azt is, hogy sajnos a funkcionális analfabetizmus, na még egyszer, funkcionális analfabetizmus ugye folyamatosan nő, tehát egyre kevésbé tudnak az emberek szöveget értelmezni, ennek valószínűleg az a háttere, hogy nem olvasnak eleget é, hanem ugye helyette a telefonjukat nyomkodják. És, és, akkor tényleg ott van szerencsétlen ember, kap egy jogi dokumentumot, és, és nem érti meg. De hogy igazából itt az a lényeg, hogy, hogy telerakják ezeket a dokumentumokat egy csomó olyan szükségtelenül nehéz szöveggel, amit, amit hát, ne, Amivel ugye nem kellene, és akkor ezt elemezték ezek a, a kutatók, hogy, hogy miért tesznek bele a jogászok ezekbe a dokumentumokba ilyen szükségtelenül nehéz szövegeket, illetve, hát, hogy egyáltalán mi ezek? legyen a, szükség. Nyilván, eh, és hogy, hogy, hogy mik ezek a kifejezések. Hmm. Igen, de egyébként én még emlékszem erre, hogy néhány évvel ezelőttig volt egy zseniális kezdeményezés Magyarországon is, a Világos Beszéd nevű blog ami most már úgy látom nem annyira aktív, de ezt egy Gergely Vera nevű nő indította, és szenzációs, tehát konkrétan a arról blogolt, meg aztán ilyen workshopokat is tartott, ami pont erre irányult, hogy hogy ezt a jogi, de nem csak jogi, hanem, hanem bármilyen hivatalos kommunikációs bigfa nyelvet, bármilyen ilyen érkeztetés, vagy mit tudom én, milyen hivatalos dokumentum, ilyen tele van olyan értelmezhetetlen szavakkal, hogy, hogy én is, bár nem tartom magam funkcionális analfabétának egyébként, de, de, például amikor egyszer valami hiánypótlási valami jött egyszer a nav vagy akkor még talán APECH tól akkor nekem az nagyon-nagyon-nagyon sokáig tartott felfogni, hogy mi a francot akarnak, pedig valami tök egyszerű, két mondatban összefoglalható dolog lett volna, de küldtek róla valami négy oldalas jogi szöveget, tehát ez elképesztő, és, és tök jó népi kezdeményezés volt, vagy hát egy alulról jövő kezdeményezés volt ez a világosbeszéd.hu, ugye, annak idején, de hát ugye nem tudom, hogy ezzel mi lett, hát remélem azért valamit javult a helyzet, de ez tök jó, hogy, hogy ezzel foglalkoznak tudományosan, remélem, hogy eljut azért az eredmény ez is a gyakorlatba, mert hát azért az nem is életmentő, mint a rényszarvas bábú, de azért ez viszont tényleg olyasmi, ami baromi fontos, nem? Tehát ez, mindannyiunk életében vannak ilyen sztorik. <laughs> Nektek melyik volt egyébként a mai adásból, vagy a 2022-es Nobel és Ig Nobel díjas kutatásokból a leginkább a szívetekhez közel álló Hát a kardiológiai, ha már így teszed fel a kérdést. <laughs> <laughs> ne, ezért ezek a, ezek a maja edények azért nagyon ott vannak. Tehát azért nekem az. Én, én, én a rénszarvasnál. De az is jó, igen. Érdekes, hogy, hogy simán, simán, simán verte a neandervölgyi DNS-t, meg a kvantum összefonódást. Ah, ja, pff, okay. Na, ja, oké. de egy jó kis rénszarvas bábú. Az igen. De viccen, de viccen kívül talán azért is, mert azok, azok tényleg valódi olyan bonyolult tudomány, ami annyira nem egy karnyújtásnyira van, hanem, hanem nagyon messze egy olyan világba kalauzol, mindegy, hogy a neandervölgyekről van szó, vagy a kvantumvilágról, amik azért számunkra, átlagos emberek számára kicsi megfoghatatlan fantáziabeli dolgok. Az így van. Ja. Hát akkor viszont műsorunk végén nem maradt más hátra, mint hogy ismételten arra kérjelek titeket, hogy amennyiben módotokban áll, fizessetek elő, kérlek, Patreon oldalunkon keresztül, illetve hogy elmondjam, hogy a november 24-én jelentkező és megjelenő következő parallaxisban a mentő expedíció, vagy ha úgy tetszik, a Marsi című filmet vizsgáljuk majd tudományos szempontból. Ivan és Régel, Claudia, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.